Összesen 9 gólt dobtak a Duemarsk Grafics ifjúsági női vízilabda csapatának játékosai a Fabóéva sportuszodában a bajnokság legutóbbi fordulójában. A dunajvárosi fiatalok végül 9-5 arányban múlták felül a Szentes együttesét. Sajben Nikoletta az egységességben látta a siker kulcsát. Úgy gondolom, nehéz őket megverni, egy elég erős ellenfélről van szó, de nem voltak annyira egyben, mint mi, és ezzel tudtunk nyerni, ezt kihasználtuk. Brezovszki Gerda az ifjúsági együttes mellett a felnőtt csapatban is szerepet kap, ám mint mondta, a korosztályos mérkőzéseket sem veszik félvárról társaival. Nyilván adódik egy-egy meccs, ami úgy könnyebbnek mondható, de nem, mert ezeken a meccseken tudunk gyakorolni. Azt, amit felnőttben nekünk a nagyok tanítanak, az idősebbek, a rutinosabb játékosok, azok nyilván ezeken az ifjú meccseken tudnak kibontakozni bennünk, úgyhogy nem, mindenféleképpen komolyan vesszük ezeket a meccseket is. A csapat edzője, Brávik Fruzsina, elégedetten értékelte a mérkőzést, és mint mondta, a játékosoknak is minden okuk megvan az örömre. Azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy Szentes ellen amúgy is mindig komolyan vesszük. Mindig megszenvedünk a Szentessel, ott náluk kicsit nehezebb mérkőzés volt, úgyhogy ennek a 4 gólos győzelemnek nagyon örülök, és szerintem ők is, hogy tényleg azt, amit a felnőttben már elkezdtünk csinálni, azt most már látom lányoknál, az ifi lányoknál is, és ennek nagyon örülök. A Duemarsk Grafics ifjúsági női vízilabda csapata a folytatásban egy 5 csapatos tornán vesz részt, amelynek június 4-i állomását Dunajvárosban rendezik. A felnőtt csapat szerdán Budapesten a BVSC ellen kezdi a bajnoki elődöntő küzdelmeit, amelynek második mérkőzését Dunajvárosban rendezik vasárnap este 7:30-tól.